Gólterápia. Minden csütörtök este 6-tól 8-ig. Kérdések, amiket máshol nem tesznek fel. Válaszok, amiket máshol nem hallasz. Labdarúgás minden mennyiségben. A műsorvezető Bíró Dávid. Gólzáporos szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Gólterápia az FM 92.4 Maxi Rádióban, a gólterapeuta ezúttal is Bíró Dávid, és a ma esti vendégem Rutka János lesz, 24-szeres válogatott labdarúgó, háromszoros magyar bajnok és kupagyőztes, valamint német bajnoknak is tudhatja magát, aki nem minden mellett sportmenedzser, játékos ügynök, szakkommentátor, és van köze egy kicsit a futgolfhoz is, illetve a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség nagykövete is, úgyhogy nagyon érdekes adásnak nézhetünk elébe, egy kicsit más szögből fogjuk a futballt bemutatni, egy kis zene után rögtön jövünk Rutka Jánossal, ne menjetek sehova. Ez itt még mindig a Gólterápia az FM 92.4 Maxi Rádióban, és már is itt van a vonal a túlsó végén, Rutka János, szervusz, köszöntelek a műsorban. Én is köszöntelek, és a kedves hallgatókat. Nos, hát ugye te 24-szeres válogatott labdarúgó vagy, háromszoros magyar bajnok és kupagyőztes, és német bajnoknak is tudhatod magadat, de mindemellett ugye mostanában játékos ügynökként vagy talán a legismertebb, vagy esetleg szakkommentátorként. Az, hogy te ilyen fiatalon abba hagytad a labdarúgást, az aktív pályádat, te tudatosan készültél ezekre az új kihívásokra, feladatokra? Hát az, hogy mennyire fiatalon hagytam abba, ez nyilván szubjektív, hiszen 30 éves voltam, amikor befejeztem a pályafutásomat. De az tény, hogy világéletemben nagy kihívást jelentett az, és valahol egy ilyen lelki mínuszt is, hogy az a sztereotípia, ami ugye a labdarúgókat és a labdarúgás egészét körülveszi, és ezért próbáltam azért már a pályafutásom alatt is több iskolát elvégezni, képezni magam, nem csak azért, hogy esetleg, ha bármikor abba kell hagynom, akkor legyen hova nyúlni, legyen mihez nyúlni, hanem azért is, hogy egy picit megmutassam, hogy nem biztos, hogy mindig helytállóak ezek a sztereotípiák és megállapítások. De ettől függetlenül nyilván 30 éves kor után is az év bőségében vannak, akik még játszanak. Nekem pont úgy alakult akkor az életem a lehetőségek terén, a sikerek terén, a pályafutásomnak az ívét tekintve, hogy akkor volt jó abbahagyni, akkor már elkezdtük ugye a játékos ügynökségünknek az alapjait lerakni, már fél éve megvolt maga a cég is, szóval lehet, hogy most is úgy ismernek, mint játékos ügynökként tevékenykedő embert leginkább, de mi szerintem azért itt a magyar piacon az elsők között voltunk az idézőes nagy öregeket kivéve, vagy mellett, akik ugye elkezdtek ezen a területen dolgozni. A játékosok általában Magyarországon mennyire tudatosan készülnek föl az aktív pályafutás utáni életre? Tehát, hogy gondolom, hogy mindenkinél ez egy óriási törés, hogy az addigi szerelmét, vagy az addigi munkáját abba kell hagyni igazából, és valami más felé kell nézni, akarva akaratlanul a kora miatt. Ez általában, nyilván nálad akkor ez viszonylag tudatos volt, de másoknál hogyan látod ezt? Szerintem a nagy százaléka nem nagyon gondol bele abba, hogy mi lesz akkor, ha abba hagyja. Talán a kevés százaléknak a nagy része abban gondolkozik és abban bízik, hogy nyilván az a tapasztalat, rutin, amelyeket az évek alatt összeszedett, az predesztinálják majd arra, hogy ne talántán minimális továbbtanulással esetleg jól edzők, szakvezetők váljanak belőlük, és a legtöbben a sport és futball vonalán képzelik el a jövőjüket. De az tény is való, hogy kevesen készülnek erre. Mi azért bármilyen fiatallal itt a hosszú évek alatt kapcsolatba kerültünk, mindig próbáltuk ezt hangsúlyozni, ennek a fontosságát, hiszen sajnálatos módon ugye nem csak akkor fejeződik be egy pályafutás, amikor valaki korából fakadólag odaérkezik, hanem közbeszólhat sérülés is, és egyéb szerencsétlen, akár szerződésbeli, akár másmilyen külső körülmények. Úgyhogy ezekben az esetekben pedig kell, hogy legyen mindig az embernek szerintem nem csak a sport területén, más területen is egy B-verziónak, amihez nyújt tudja, amihez kezdeni tud. És nagyon sokan nem rendelkeznek olyan egzisztenciával, nem tudnak annyit összefutballozni, hiszen ez csak egy nagyon kis százaléknak, kis rétegnek adatik meg, hogy utána valamilyen dologba kezdjenek nagy biztonsággal, amely az életük hátfelelő részében biztonságot jelent.
említetted, hogy a ti irodátok az elsők között volt, akik Magyarországon játékos ügynökséggel foglalkoztak. Mennyire nehéz volt a úgymond játékosokat találni, kapcsolatrendszert kiépíteni, elterjedni egyáltalán mind a játékosok, mind a klubok tudatába? Talán egy picit ezen a téren volt egy kis előnyöm, hiszen játszottam külföldön. Ahogy elkezdtük ugye a játékos ügynökségünk kialakítását, rá egy évre feladatot kaptam a Magyar Labdarúgó Szövetségnél, amelynek köszönhetően ugyancsak sokszor eljutottam külföldre bővítve a kapcsolatrendszert, ráadásul tettem ezt úgy, hogy Lothar Matthäus munkáját segítve, akinek a kapcsolatrendszere a nemzetközi futballéletben felbecsülhetetlen. Szóval ezen a téren én úgy gondolom, hogy igenis voltak segítők ezek mellettem. Sokkal könnyebb volt annak idején játékosokat is keresni és találni. Egyrésztről jóval nagyobb volt az érdeklődés a magyar fiatalok, magyar labdarúgók iránt, és másik oldalon meg nem működött annyi menedzser, még tanácsadó a futballban, mint azt napjainkban, legfőképpen mondjuk tavaly óta, amióta ugye a FIFA egy kicsit lazított a szabályozás. Na igen, és hogy már a szabályozásnál tartunk, mennyire jó a szabályozott szerinted most ez a rendszer? Erről nyilván a klubvezetőket kellene megkérdezni, hogy az elmúlt időszakban, amióta ez a szabályozás életbe lépett, hány olyan emberrel találkoznak, akik új arc kívülről érkeztek, soha életükbe futballmérkőzést nem láttak, csak valamilyen úton, módon, ismeretségen kapcsolaton keresztül oda kerültek egy-egy játékos mellé, és képviselik az érdeküket. Én azt vallom, hogy egy szabályozott rendszerben, ahol mindenki tudta, hogy hova tartozik, milyen felelősséggel, stb. Ott kiszámíthatóbban lehetett tevékenykedni és dolgozni. Hogyan látod egyébként egy játékos ügynöknek? Mihez kellene jobban értenie? Magához a labdarúgáshoz, vagy sokkal inkább a menedzsment részéhez? Tehát mondjuk egy hogyan kell tárgyalni, hogyan kell egy játékost úgy bevinni egy klubhoz, hogy akkor az mondjuk a tudását azt 100%-ban tudjátok reprezentálni, vagy prezentálni ott az elnöknek, esetleg az edzőnek. Hát, hogyha egy játékos ügynök nem ért a szakmához, akkor hogy tudja a megfelelő csapatot megtalálni a játékos a részére? Hogy tud olyan apróságokra figyelni, hogy milyen játékrendszerbe, melyik helyen illeszkedne be a legjobban a játékos az adott környezetbe, hogyan tudná megtalálni számára a megfelelőt. Szóval ez én úgy gondolom, hogy kikerülhetetlen az, hogy a játékos ügynök azért a rengeteg területén, ami körbeveszi a labdarúgást, hogy mindegyikhez értsen valamennyire a szakmai oldalához, meg pláne. De úgy gondolom, hogy akinek ebben handicapje van, és esetleg nem rendelkezik akkora tudással ezen a területen, az nem is fog tudni hosszú ideig tevékenykedni, hiszen a klubok maguk közül kiszűrik ezeket az embereket. Sok a kókler egyébként a ti szakmátokban? Nem tudom, hát régen is voltak olyanok, akik engedély nélkül tanácsadóként tevékenykedtek egy-egy játékos mellett. Ezt nem tudom megítélni, hogy most hangsúlyozóan ismerek ilyen statisztikát, hogy most a szabályváltoztatások óta ez mennyiben alakult másképp, mennyivel lett több az olyan embernek a száma, akiknek, ahogy hangsúlyoztam is, eddig sok köze nem volt a labdarúgáshoz. Ha összehasonlítjuk a magyar játékos ügynöki piacot mondjuk a nemzetközivel, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon van 4-5 nagyon nagy iroda, akik lefedik mondjuk a játékosoknak a 80-85%-át, és akkor a maradék pedig jut a kicsiknek, vagy akik mondjuk csak egyetlen játékos képviselnek. Mondjuk külföldön sokkal nagyobb a versenyhelyzet az irodák között. Ez jó, hogy így alakult ki, vagy ez egy rossz, tipikus magyar példa? Nem, szerintem ez abszolút egy normális felállás. Külföldön is megvannak a nagyobb irodák, akik nyilvánvalóan a munkavállalóik nagyobb létszámának köszönhetően, nagyobb kapcsolatrendszerüknek köszönhetően több játékos érdekeit tudják képviselni. Magyarországon teljesen egyszerű a matek jelennek, nincsen olyan sok nemzetközi
tenisz számításba vehető, esetlegesen külföldön értékesíthető játékos, amely több irodának a jelenlétét megengedni. Az egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon kevés magyar ügynöknek adatik meg, hogy külföldi játékosokkal foglalkozzon, őket képviseljen. Innentől kezdve meg ez a kis piac ennyi játékos ügynöknek nyújt játékszeret. Ebben a műsorban nagyon sokszor elhangzott az, hogyha egy játékosnak magyar útlevele van, az a játékosnak az értékében egy osztó tényező. Még mondjuk, hogyha valakinek egy délszláv útlevele van, az egy szorzó a játékos értékét tekintve. Ezek valós gondolatok? Te is így tapasztalod ezt egyébként a nemzetközi futballban? Ebben az évben azért sokat javult szerintem ez a helyzet, és egy picit ugye az Európa-bajnoki szereplés visszahelyezte Magyarországot, meg a világranglistán elfoglalt helyezés visszahelyezte Magyarországot a futballtérképre, bár nyilván azért gyorsan érkezett a pofon is, hiszen az összes klubcsapatunk kiesett ugye a nemzetközi kupákból. Egy picit a realitások talajára visszahelyezve nem csak a hazai, de a nemzetközi szakembereket is. És hát ez ennek köszönhető, úgyhogy szerintem ezzel nincs semmi probléma. Egy játékos ügynök mit figyel a játékosán egyébként? Tehát, hogy mi alapján választott ki azt, például, hogy ki az, akit mi szeretnél menedzselni, vagy ti, nektek van egy irodátok, és ott lehet jelentkezni nálatok? Rengeteg e-mailt, jelentkezést kapunk mi is, meg szerintem a többi magyar iroda is. De az elmúlt időszakban mi egy picit koncepcióváltáson estünk keresztül, és sokkal inkább szeretünk olyan ügyfelekkel foglalatoskodni, akiket már mi választunk ki nyilván a saját felállított értékrendek alapján, és nem nagy számokra törekedve együtt dolgozni minél több játékossal, hanem tényleg a számunkra fontos minőséget megtalálni és megragadni és nekik segíteni. Nálunk az egy fő szempont nyilván, hogy meglegyen mindig annak a lehetőség, hogy valakit külföldre eladjunk, mert a fő vonal az az, hogy külföldre segítsük a játékosokat. Ez az elmúlt években nyilván nehezebben működött, mert nem voltak annyira keresettek a magyar labdarúgók, de ahogy előbb is említettem, idén az egy kicsit az Európa-bajnokság felértékelte ugye a magyar labdarúgást. Egy játékos ügynöknek a saját játékosával milyen viszonyt kell ápolnia? Azért, hogyha ez minél közelebbi, hogy mondjuk, akár mondjuk egy baráti viszony, vagy ez egy üzleti szerződésen alapuló kapcsolat maradjon? Minden így együtt. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy továbbra is ugye két éves megállapodásokat lehet kötni az ügyfelekkel, az adott játékossal, és ennek az egész kapcsolatnak az alapja a bizalom. A bizalom meg nyilván sokféle módon kialakulhat, de feltételez egy bizonyos fajta szorosabb kapcsolatot, feltételezi azt, és nyilván egy ügynök azért figyel arra, hogy minél több dolgot levegyen a játékos a képviselője válláról. Sok mindent tud róla ezáltal, szóval ez már tényleg nagyon sok esetben a baráti viszony kapcsolatnak a határát súrolja, sőt, hát nagyon sokszor nyilván egy hosszabb együttműködés után mentén ez át is bírán ezen a határon. A magyar játékos ügynökök tudása a nemzetközi szinten hol helyezkedik el? Tehát, hogy az elitbe vagyunk, vagy mondjuk ott szerepelünk, ahol mondjuk a futballunk van, vagy esetleg ennél is lejjebb? Semmi különbség nincsen szerintem a hazai és a nemzetközi ügynökök között. Az egy elfogadott tény, azt látni tudni kell, hogy teljesen természetszerűleg mindenkinek mindenhova nem lehet kapcsolata. Ezek az ügynökök nagyon sokszor együttműködve dolgoznak. Mi is nagyon sokszor dolgoztunk a legnagyobb ügynökségekkel, sőt voltunk a legnagyobb ügynökségnek kizárólagos magyarországi partnere. Ugyanígy ez jellemző többi magyarországi ügynökségre is. Szóval napi szinten van nekünk ügynököknek alkalmunk megérezni, hogy milyen a legnagyobb ügynökök közelébe lenni, mintha mondjuk egy magyar csapat mindig a Manchester United és a Real Madrid-dal játszana. Ebből kifolyólag megnyugodtan mondhatom, hogy maga a tudás
maga a szint az nem különbözik. Nyilvánvalóan nekik ezeknek az ügynököknek Németországban, Angliában, Spanyolországban és a kiemelkedő ugye futball nemzeteknél sokkal másabb lehetőségeik vannak, sokkal jobb kapcsolataik, kapcsolatokra tehetnek szer, sokkal tovább elér a kezük is, és ez az, amiben talán ők magyar ügynökök előtt járnak, de hogy hangsúlyoztam, ez sem probléma, mert bevett szokás, hogy ezek az ügynökök ilyen esetben együttműködnek. Te játékos ügynökként hogyan látod, mi lenne a magyar labdarúgásnak az érdeke, hogyha arra helyezni a hangsúlyt, hogy a játékosait minél fiatalabban, 18-20 éves korban elértékesítse őket a klub, és ezáltal külföldön nagyobb edzőknél, jobb kluboknál fejlődve jobb játékosokat kapunk a nagy válogatottba, vagy sokkal inkább az lenne a cél, hogy erősítsük meg az NB1-et, és minél tovább tartsuk itthon ezeket a labdarúgókat, hogy az NB1 színvonal minél inkább emelkedjen. Szerintem erre már minimálisan válaszoltam azzal, hogy sajnálatos módon ugye idén nem nemesen az elek ellen kiesett az összes magyar klubcsapat a nemzetközi kupákból, ez azért mutatja a hazai bajnokság és labdarúgás erejét. Szeretném kihangsúlyozni, hogy sajnos. Ebből kifolyólag ugye azt a tempót, azt a felgyorsult futball dinamikát, ami a nemzetközi futballt jellemző, itthon nagyon-nagyon nehezen lehet megtanulni, megszerezni. Ez nálam is saját példámat is fel tudom erre hozni, hogy nekem is annak idején 98-ban, amikor kikerültem a Kaiserslauternhez, nekem is kellett egy-két hónap, amíg azt a gyors tempót, gondolkodást azt megtanultam, felvettem, átvettem edzéseken, és utána, amikor például hazajöttem a válogatottban, nagy képviség nélkül, azon a 4-5 játékossal, Dárdai Palival, Lisztes Krisztiánnal közösen, akik ugye ugyancsak kint játszottak, nagy képviség nélkül mondottam, hogy olyan volt, mint a szórakoztunk volna edzősen, nagyon gyorsabban gondolkoztunk, meg játszottunk, mint azok, akik itt van edzőtek hétről hétre. És ez sajnos a mai napig így van. Úgyhogy nekem sokkal inkább mondjuk a dél-amerikai példa tetszik jobban, ahol kicsit eltúlozva a dolgokat, szinte a szerencse dönti azt el, hogy kikerül Spanyolországba, kikerül egy kínai csapathoz. A lényeg, hogy bárki ránk érkezik, megkeresés, megfelelő áron, megfelelő körülmények között, akkor a klubok engedik a játékosokat, hogy menjenek, hiszen mögöttük ott van már a következő, és lehet, hogy pont az egyik legnagyobb tehetség előre vették el addig a lehetőséget, ameddig az játékos ki nem igazolt, és ezért megvan ez az egészséges körforgás, ezért van az, hogy talán a legnagyobb számban nemzetközi szinten játszó játékosokat ugye Brazília adja, mert ez a körforgás náluk megvan. És hangsúlyozom, a magyar futball akkor tud ezekből a játékosokból a legtöbbet profitálni, hogyha ezek a fiúk nemzetközi szinten szerzik meg azt a tudást, ami ezt a környezetet jellemzi. Persze mindig ugye vitát kavar az is, hogy nagyon sok esetben a kikerülő fiataloknak a többsége újra hazakerülés itthon folytatja. Ami én úgy gondolom, hogy egy teljesen természetes szelekció, hiszen ugyanúgy, ahogy Magyarországon is egy-egy korosztályból megvan az egy-két, maximum két játékos, akinek lehetősége van arra, hogy profi szerződést kapjon és a felnőttek között folytassa a pályafutását, addig ez külföldön is ugyanúgy működik. Csak egy Liverpoolnál, hiszen ott azért volt sok magyar fiú is, egy Liverpoolnál is a 5 francia, 3 spanyol, 4 angol és 5 német közül kell a magyar fiúnak lenni annak az egy, maximum két játékos között, aki szerződést kap magyarul, ott is megvan az a természet szelekció, sokkal nehezen oda kerülni a nagy csapathoz, teljesen más a szint. Viszont ha ezeken a helyeken edződve, én úgy szoktam fogalmazni, hogy lehetőséget kapnak a fiatalok, lehetőséget kapnak a játékosok, nem csak az, hogy egy teljesen más futballkultúrával rendelkező és szintet képviselő környezetben készülhetnek, nem öltetnek, hanem nyelvet tanulhatnak, kint tanulhatnak, és teljesen más lehetőségekkel folytathatják a pályafutásokat akkor is, ha mondjuk egy Liverpoolnál nem kapnak szerződést, hiszen ezekre a játékosokra nyilván
külföldön azért lesz kereslet, és el tudnak helyezkedni majd más csapatoknál is. Ha egy magyar játékos Magyarországról külföldre igazol, akkor általában azt tapasztalni, hogy 4-5 éves kontraktust ír alá az új klubjával. Megmondom őszintén, amikor ezt hallom, nem tudom, hogy ezt sikerként kell leértékelni, vagy kudarcként. Mert hogyha mondjuk sikeres az új csapatában, akkor nehezen tud onnan is szintet lépni tovább egy nagyobb klubba átigazolni, ha pedig sikertelen, akkor pedig nehezen tud onnan elszakadni, és mondjuk egy gyengébb bajnokságba átigazolni. Tehát mi a cél mondjuk egy 18-20-22 éves játékosnál, hogy milyen hosszú szerződést érdemes vele mondjuk kiharcolni az új klubjánál? Ugye egy részről előtte nem is nagyon lehet 4-5 éves szerződést kötni, hiszen ez szabályozás illeti. Viszont nyilván az új klubjának is megvannak az érdekei. Azért most már szinte elképzelhetetlen, hogy bárki úgy váltson klubot, úgy jusson profi szerződéshez, hogy a volt klubjai ne részesüljenek valamilyen kompenzációban, nevelési költségtérítésben. Ha innen közelítjük meg, akkor nyilván a maga a csapat is egy befektetést indít el azzal, hogy megvásárol egy ilyen fiatal játékost. Egy ilyen fiatal játékosnak a nevelési költségei azért súlyos pénzeket emésztenek föl, azon túl, amit már mondjuk a nevelő egyesületeknek kifizettek cserébe. Innentől kezdve teljesen természetszerű az, hogy egy üzlet akkor jó, hogyha mindenkinek találja benne a számítását, hogyha a klubnak is megvan az a biztonsága, hogy esetleg egy vagy két év után, ha a játékosnak jól megy a játék, akkor ingyen vagy minimális költségek, térítések fejében nem fogja otthagyni őket. Ezért történnek ezek a hosszabb távú szerződések, ugyanakkor ez lehet a játékosnak is az érdeke, mert ne adj Isten, megsérül közben, akkor is ugye van egy olyan hosszú távú biztonsága, amely lehetőséget biztosít neki a felépülésre és egy újabb esélyre. A magyar játékosok külföldi igazolásnál általában probléma szokott lenni a nyelvtudásnak a hiánya. Ugye láttunk már egy-két mókás interjút, akár mondjuk a Trollfocinak az oldalán is, hogy külföldi médiumoknak adnak interjút ezek a labdarúgók. Ezen a téren kellene igazán sokat fejlődnünk ahhoz, hogy könnyebben beilleszkedjenek az új klubokba a játékosok? Én úgy érzem, hogy az ezen a területen elég nagy az előre lépés most már. Azok a fiatalok, akik eléggé céltudatosak és valóban akarnak elérni valamit ebben a sportágban, azok nyilván nem csak a futballra és az edzésekre fektetik összes energiájukat, hanem mellette tanulnak, képzik magukat, és az idegen nyelvekkel sem állnak hadilábon. Úgyhogy szerintem ezzel most már nincs akkora probléma. Nyilván azt tudunk nehézség lenni, hogyha valaki semmilyen nyelvet nem beszél, mert annak megnehezíti azért az első pár hónapját. Az, hogy nem tud kommunikálni se vezetővel, se társakkal. Közeledünk a téli átigazolási szezon kezdetéhez. Te vársz-e valamilyen nagy robbanást, nagy durranást a nemzetközi piacon? Minden átigazolási időszaknak van valami nagy durranása. Ha most mégis oda szeretnék beszélni, nem rátéve senki vállára a terhet, akkor talán azt várnám elsődlegesen, hogy számomra az egyik, hanem a legjobb teljesítményt nyújtó játékos, aki játszott a Franciaország Európa bajnokságon, Magyarul Kádár Tamás, olyan csapathoz tudjon igazolni, ami a fejlődését, tovább lépését szolgálja. Sajnos ez neki nyáron nem sikerült, pedig én úgy érzem, hogy maximálisan megérdemelte volna, úgyhogy nagyon örülnék neki, hogyha láthatnám, hogy jó csapatba igazol. A te általad képviselt játékosok közül várható-e valahol mozgás? Igazából van, ahol ez már nem is olyan nyíltan, de ki van mondom, mondjuk Balajca Szabolcs esetében. Szabolcsal nagyon sok évet dolgoztunk együtt, de már ezt nem tesszük. Ugye Szabi a pályafutása végéhez közeledik, nem hiszem, hogy bármiben neki már nagyon nagy szüksége lenne segítsége. Nyilván a barátságunk
az én úgy gondolom, hogy ugyanúgy él, de szakmailag mi már nem tevékenykedünk együtt, de tőle függetlenül is nem biztos, hogy ez az időszak és ez a fórum lenne jelen pillanatban jó, hogyha bármiatt elárulnék, ami esetleg még nem fixálódott a háttérben. Annak mondjuk kifejezetten örülök, ha mégis kell egy bármilyen példát mondani, hogy az elmúlt időszakban nem csak a csapata, de ugye Megyeri Balázs is nagyon jó teljesítmény nyújt, utolsó percben 11-est védett. Én úgy gondolom, hogy Németországban azért többen felfigyeltek már a teljesítményére, úgyhogy de a másik oldalon nyilván meg fél éve igazolt a Greuther Fürthöz, de elképzelhető azt például, hogy vele kapcsolatosan lesz érdeklődés a téli szezonban is, akár már. Reméljük, hogy már azért mondjuk ez egy kis morzsa volt ahhoz képest, amit te tudsz. Beszéljünk kicsit az átigazolási összegekről. Azt hiszem, hogy ezen a nyáron a bekövetkezett az, amire már gyakorlatilag számítani lehetett, hogy csak úgy repkedtek a 100 millió euró közeli, vagy azt túllépő összegek. Mit gondolsz, hogy ezek a számok már nem léptek át egy olyan határt, amit most már gátolni kéne, mondjuk egy átigazolási sapkával, amit mondjuk esetleg mondjuk egy fizetési sapkával is mellé lehetne tenni, tehát hogy van-e olyan szám, egy olyan összeg, ami fölött most már be kell vezetni, mert hogy olyan hátrány éri azokat a klubokat, akik mondjuk nincsenek olyan financiális helyzetben, mint ezek a top klubok, hogy ezek a hátrányok behozhatatlanok lesznek, akármilyen hosszú távra nézünk. Szerintem ez már most is így van, azért nagyon kevés csapat tud kifizetni 50 millió euró feletti átigazolási díjakat, szóval ez a verseny már most is nagyon egyoldalú szerintem, de az, hogy ki mennyit és hogyan tud kifizetni, megfizetni, ezt ugye a gazdasági oldal szabályozza, és hát a futball továbbra is ugye magasan a legnépszerűbb sportág, a legtöbb pénz forog benne, sok esetben növekednek ugye a klubokba befolyó ilyen-olyan javak, források, és ennek köszönhető az, hogy emelkednek az átigazolási díjak. Nekem ezzel ilyes formán nincsen problémám. Eddig se kerülhetett senki Magyarországról ezek közelébe, ezután sem fog szerintem. Úgyhogy nekünk marad az, hogy ezeket kicsit szánkat tártva, irigykedve, nyilván ez olyanos egy picit irigykedve, nem senki nem irigykedik, de hogy picit mosolyogva figyeljük ezeket az átigazolási történeteket. Aggasztóvá válhat-e mondjuk az a szituáció, ami mondjuk a Premier League-ben előfordul, hogy egy középcsapat a Premier League-ben most már annyiból, vagy hanem több pénzből igazolhat játékosokat, mondjuk egy olasz élcsapat, vagy mondjuk egy német élcsapat? A legjobb rendszer valószínűleg jelen pillanatban is Németországban van, ahol ugye nagyon szigorúak az ellenőrzések, és a csapatok ugye annyi pénzt költenek, amennyi bevételük van, szóval bevételék arányban forgathatják vissza ezeket az összegeket. De nagyon jó dolog az, hogy Angliában is ugye emelkednek ezek a díjak köszönhetően annak, hogy ott is hétről hétre rendszeresen ugye teltházasok a mérkőzések, nagyobbak a közvetítési díjak, a merchandisingból származó bevételek is ugye nagyon szép eredményeket hoznak, mutatnak, ami nyilvánvalóan Olaszországban már nagyon régóta nincsen így, és Olaszország ugye a spanyol futball, a német és az angol futball mögött azért már elég hosszú ideje leszakadni látszik, mind eredményességében, mind gazdasági oldalát tekintve. De ez összefüggésben van, gondolom én, az ország gazdaságával mindenével. Na igen, de ez ugye összefüggésben azzal, hogy akkor a legjobb játékosok nyilvánvalóan a Premier League-et fogják választani, és ez azt eredményezheti, hogy létrejön mondjuk egy szuperliga, akár 10 éven belül, és hogy igazából csak az lesz a kérdés, hogy melyik Premier League csapat nyeri majd a Bajnokok Ligáját, nem az lesz a kérdés, hogy melyik ország csapata. Én ebben nem hiszek, azért
az angol csapatoknak az elmúlt időszakban valami kevés beleszólása volt a bajnokok ligájában, vagy akár az Európa Liga sikereibe. Úgyhogy nem hiszem, hogy ebben hatalmas változások lennének. Én nem hiszek az ilyen szuper ligának a létrejöttében, sem bízom abban, hogy az európai szabályozása azért megmarad annak, hogy ezek a legnagyobb versenyek magukba foglalják Európa összes országának legjobb csapatai, és nem kezdik ki sajátítani ezt a sportágat a legjobb csapatok. Ugye Premier League-ben látszódik leginkább az, hogy megjelenik egy gazdag befektető a klub mögött, és hát így gyakorlatilag beelőzve a tradicionális nagy klubokat, mondjuk úgy, hogy bejön az első top klubok közé, és hát ezáltal mondjuk felrúgja a hagyományokat. Hogyan látod, ez a piac természetes része, hozzá kell szokni, hogy ez a helyzet, vagy valamilyen módon védeni kellene azokat a tényleg a tradicionális klubokat, akik mondjuk megérdemelnék ezt? Ez két oldalú szerintem ez a történet, mert nyilván ezek az emberek, akik nem kevés pénzt fektetnek ezekbe a csapatokba, nem elsősorban szerintem a futball véget, hanem egyéb üzleti érdekeik véget, azok az ajtók véget, amelyek esetleg a futballon keresztül megnyílhatnak egy más üzleti terület kiaknázása a véget, azokra az összegekre ezeknek a csapatoknak szüksége van. Valószínű, hogy valahol egy egészséges középutat kellene megtalálni a tradíciók védelme és az anyagi oldal között, hiszen ezek az összegek nélkül ezek a csapatok nem tudnák tartani azt a szintet, amelyet a többi csapat megüt, vagy elér. Nyilvánvalóan egy Manchester City sem tartana ott, ahol a keleti befektetők nélkül, Abramovich nélkül a Chelsea sem jutott volna, ahova kell. Szóval fontos az, hogy összhang alakuljon ki. Én is nagyon szeretem a tradíciókat, én is nagyon szeretem a régi dolgokat, hogyha odafigyelnek a klubnál, és nem felejtik el, hogy honnan indultak, honnan alakult ki ez az egész rendszer. Viszont a másik oldalon a szurkolók is eredményeket akarnak, és sikereket akarnak, és azokat lehet eladni. Ezekhez pedig lépés kell tartani a többi klubbal, ahhoz meg pénz kell, és ezt nem szabad elfelejteni. Ennyi fért az első órában, hamarosan folytatjuk tovább Rutka Jánossal, előtte jön egy kis zene, majd a reklám meg a hírek, nem jelentek sehova, folytatjuk. Ez itt még mindig a Gólterápia az FM 92.4 Maxi Rádióban, vendégem továbbá is Rutka János. Az első órában arról beszélgettünk, hogy a játékosügynökök mennyire fontosak a mai futballban, vagy milyen szerepet töltenek be, és hogy hova tekintenek be, leginkább ez az érdekes. Most itt a másik órában térünk rá a sokkal inkább a magyar focira, annak is egy kicsit a szurkolói oldalára. Ugye te éveken keresztül a Ferencváros csapatában futballoztál, a szíved mennyire a Fradié? 100%-osan. Oké, igazából ez abszolút megdönthetetlen válasz volt. Hogyan tapasztalod mondjuk pont a Ferencvárosnál? A szurkoló közellenségé vált? Nem, abszolút. Ez egy nagyon erős megfogalmazás, ez nem így van, hanem a klubvezetés próbált egy olyan állapotot teremteni, amelyet a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vizionált, és az új stadionba visszacsábítani családokat azáltal, hogy teljes mértékben rendet teremt a stadionon belül. Abban már nem vagyok biztos, hogy ez teljes mértékben sikerült, és minden területen a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Ferencváros kezdeményezései jók voltak, hiszen a példa is mutatja, hogy nagyon sokan ugye távol maradnak a mérkőzésektől,
legtöbben ugye pont azok a fiúk közül, akik annak idején mondjuk minket magasra emeltek, nekünk nagyon sokat szorítottak, akik hangulatot csináltak, akik tényleg hóban, sárban mindenhova elkísérték ezt a csapatot akkor is, amikor nem mennek ennyire, amikor nem volt ilyen stabil a háttere, rengeteget áldoztak a klubért, és ez nekem egy picit fájó pont. Nyilván nagyon hosszú ideig vártam én is arra, hogy a klubvezetés és a szurkolók között kialakuljon bármi nem is egészség. Hát úgy látjuk, hogy az elmúlt időszakban annyira eltávolodtak ezek az álláspontok egymástól, hogy szinte megoldhatatlan stádiumához érkezett ez a helyzet. Itt játszottál Németországban is, két klubnál is. Biztosan van rálátásod az ottani szurkolói stílusra, a szurkolói mentalitásra. Ha mondjuk össze kéne hasonlítani ezt a magyarral, akkor mit tudnál mondani a kettőre? Nem lehet összehasonlítani. A magyar az annyira fanatikus, és most arról beszélek, ami az én pályafutásomat vette körül, hogy a magyar szurkolói kultúrát nehéz összehasonlítani bármely más szurkolói kultúrával a világon. Nyugodtan mondhatom, hogy olyan hangulatot, amelyet magyar szurkolóknak teremteni, olyat nagyon-nagyon kevesen tudnak csak az egész világon. A magyar szurkolók tényleg kivételes hangulatot képesek varázsolni bármely stadionban, nem csak hazai, hanem nemzetközi mérkőzéseken is. Németországban ugye ott annyival egyszerűbb a helyzet, hogy drágábbak a jegyárak, nyilván mások a fizetések is, jóval nagyobb részét képezik a bevételeknek, a jegyeladásból származó bevételek. Ebből kifolyólag jobban odafigyelnek, jobban megbecsülik ezeket a szurkolókat, nincs regisztrációhoz kötve, nincs semmi egyébhez kötve, maga az, hogy bárki mérkőzésre tudjon járni, de ugye ott eleve olyan rend van a stadionokon belül, hiszen csak majd, hogy nem örökölni lehet a jegyeket, béleteket, hiszen negyed béletet eladnak, főleg az első osztályban, hogy ott generálja magát ez az egész rendszer és a rendet ilyen szempontból szinte könnyebb fenntartani, senki nem kockáztatja meg azt, hogy elveszítse annak a lehetőségét, hogy a futballmérkőzésre járjon. Magyarországon sajnos más a helyzet, hiszen a kevesen járnak mérkőzésre a legtöbb helyen, hogy a bevételek egy minimális részét képezik csak az összköltségvetésnek, de annak a költségvetésnek, amely ugyancsak nem igazán piaci alapon teremtődik. Tehát a magyar klubok nincsenek igazából rászorulva a jelen pillanatban arra, hogy megbecsüljék ezeket a szurkolókat, és mindent elkövessenek annak érdekébe, hogy minden többen legyenek a lelátókon. Magyarországnak milyen példát kellene követnie szerinted? Tehát, hogy azt mondjam, hogy mondjuk Angliában van, ahol mondjuk tényleg nincsenek kerítések, családok járnak a mérkőzésekre, de igazán fanatikus szurkolás nincs. Tehát egy-két come on, ugye, és igazából ez a come on megy mindenre. Tehát, hogyha valami mellé, az is come on, meg hogyha bele kell húzni, az is come on. Vagy mondjuk az, ami Olaszországban van, ahol tényleg nagyon-nagyon komoly készülések vannak a szurkolóknál, tényleg olyan flashmobokat látni a pályán, a pálya mellett, amikre kevés helyen van csak példa, nyilván emellett ott vannak mondjuk ezek a füstgránátok, meg ez az amaz, tehát hogy ezek hozzátartoznának ott a futballkultúrához, vagy inkább azt tényleg az angol példa legyen, hogy szép csendben nézzük a mérkőzéseket, és akkor a családok is valószínűleg megférnének. Talán valam kezdeném, hogy az azt mindenki látta nyáron, hogy egy minimális siker mennyi embert megmozgatott, hogy az Európa-bajnokság alatt, hát mennyi ember szereti magát a futballt és a jó futballt. Szóval igény, én úgy gondolom, hogy lenne arra, hogy minél többen kilátogassanak, pláne olyan stadionokba, amelyek jelen pillanatban állnak most már a magyar futball és a kilátogatók rendelkezésére. A másik, amit akartam kérdezni, és eszembe jutott a kérdésfelvetés kapcsán, hogy nem tudom, hogy emlékszel-e te arra, hogy mikor volt az utolsó szurkolói rendmondás?
Hát ez 15 éve legalább. Na igen, hogy szóval most már én is úgy gondolom, hogy nincsen olyan dolog, amitől félni kellene, ez egy picit válasz arra is, hogy legyen kerítés, ne legyen kerítés, szóval ez kicsit már túl van misztifikálva ez az egész történet, abban nem hiszek, és ilyen sem Angliában, sem Németországban, se Olaszországban, sehol nincsen, hogy annyira szabályozni kellene az egészet, hogy egy futballmérkőzésen ne lehessen felállni, ne lehessen szitkozódni, ne lehessen csúnyán beszélni, hiszen ez minden futballstadionnál futball hangulattal együtt járó jelenség. Talán nekem, ha most mégis példát kell mondani, nem is a te általad felhozott lehetőség közül választanék, hanem magát a lengyel példát, ahol ugyancsak nincsenek rendbontások, viszont olyan fanatikus szurkolás és hangulat van, ahol lehet használni nyilván a bajnokság alatt pirotechnikai eszközöket is, nincsenek sérülések, nincsenek egyéb olyan negatívumok ezekből a szurkolói megnyilvánulásokból, amelyek bármilyen szankcióhoz vezetnének, és működik a rendszerük, és tényleg olyan hangulat van a stadionokban, ami valóban futballmérkőzésnek nevezhető, amiért érdemes kimenni futballmérkőzésre. Én bevallom őszintén, amikor volt lehetőségem kimenni mondjuk Barcelonába is, hát ott is az embernek sokkal inkább van olyan érzete, hiába van 90 ezer ember, mintha egy színházban ülne, és megnézni az adott előadást, megtapsolva végén a színészeket, mint hogyha mondjuk elmenne akár Angliába egy-két helyre, vagy akár a déli régióba, vagy akár Lengyelországba, ahol meg valóban azt lehet érezni, hogy na, ez futballmeccse van, én ezért szerettem meg, én ezt tanultam, ezt láttam az édesapámtól, ezért mentem velem az első mérkőzésre, ez volt az illata az első mérkőzésnek, és ez jelenti azt, hogy futballmérkőzésen van az ember. Sokkal inkább vagyok kíváncsi erre, mint arra, hogy tapsoljak a színházba. Az, hogy a futball szeretők nagyon sokan vannak Magyarországon, erre nagyon jó például a Troll Foci nevű kezdeményezés, aminek az oldalnak közel 400 ezer ember lájkolta. Tehát, hogy ez bizonyítja azt, hogy egy ilyen önszervező, alulról szervező folyamat, ez milyen magasságokba juthat el. Te hogyan látod egyébként, nagyon sokan ostorozzák a Troll Focit, nagyon sokan azt mondják, hogy ez mennyire jó dolog. Te hogyan tekintesz erre az egész jelenségre? Ez általánosabb, úgy van, nem csak a sportterén szerintem, hogyha az ember nem tud saját magán nevetni, az már rége rossz, az rége szomorú, boldogtalan állapot. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon tetszik, amit csinálnak, és úgy érzem, hogy be is tartják azokat a határvonalakat, amelyeket nem átlépve egy jó oldalát, jó kedvű oldalát megfogva a magyar futballnak szórakoztatnak nem kevés embert. És ez egy jó dolog, jó kezdeményezés, nem hiszem, hogy ezen bárkinek meg kell sértődni. Én dolgaimból is ugye sokszor csináltak már poén nagyon jókat, és mosolyogtam rajta, és egy teljesen jó kezdeményezésnek tartom az egészet. Néhány ember mégis támadásnak éli ezt, mondjuk Pintér Attila, vagy Szalai Ádám többek között, akik mondjuk ezt nem veszik jó néven. Ugyanaz, hogy nem kezelik jól ezeket a viccesnek szánt kritikákat? Azért azt látni, hogy az elmúlt hosszú-hosszú években rengeteg olyan negatív volt a magyar labdarúgás életében, amely nagyon jó alapot adott arra, hogy az kifigurázásra kerüljön. De ebben az esetekben is sokkal inkább én úgy gondolkoznék, hogy mi az, amiért ez ki lehet figurázni, mi az, amiért ironikus megnyilvánulások keletkeztek egy-egy jelenséggel kapcsolatosan. Valószínűleg azért, mert nem jól működik, nem úgy működik, ahogy mondjuk nemzetközileg hozzászokna az ember. És ami a legjobban mutatta a fiúknak a hozzáállását, itt most a Troll Foci fiúkról, adminokról beszélek, hogy amint egy minimális siker van, és akkor vegyük megint Szalai Ádám példáját, ha már őt említetted, hogy a legminimálisabb sikernél ugyanazt az embert, akiről elmondták a negatívumokat, ugyanazt az embert az egekbe rögtítik, és olyan szinten magasztalják, olyan
szintű hírverést keltenek körülötte, amelyet egyik-másik média sem tud megtenni, és istenítik azokat a játékosokat teljesen jogosan, akik sikert hoznak a magyar labdarúgás történetébe. Ugye most lesz a bemutatója az új Troll foci könyvnek, aminek te írtad az előszavát is. Amikor megkerestek téged, akkor ez egyértelmű volt, hogy azonnal elvállod ezt a kis promóciót, vagy ezt a pár mondatot a könyv elejére? Hát az azonnal az nem a helyes megfogalmazás, mert az ilyen-olyan elfoglaltságaimból fakadólag Levente adminnak sokszor kellett zaklatni, felkeresni, a lábamra lépni, hogy na, mi lesz már, mikor készül el, már le kell adni nyomdába a dolgokat, stb. Szóval nagyon sokat nyagatott, amíg végre időt tudtam rá szakítani. De a felkérésre az igen, az teljesen egyértelmű volt. Ugye már azért elég régóta tevékenykedünk együtt, nem a mi kapcsolatunk, az nem most keletkezett, amikor 400 ezer követője van már a Troll focinak, hanem amikor 15 ezer követője volt, és kezdődött az egész szerencse próbálásuk. Mi már akkor ugye együtt dolgoztunk különböző díjátadók és egyéb rendezvények kapcsán. Úgyhogy ennek a jó kapcsolatnak volt szerintem köszönhető az, hogy mivel meg hát tudják, hogy azért valamennyire ismerem őket és a munkásságukat, hogy valamilyen előszót írjak a könyvükhöz. Az előző könyvükben például az első kötetben ott ugye volt egy olyan fejezet, amit például jó magam írtam. Ugye a maga a Troll foci nagyon sokat ostorozza a szíved csapatát, a Ferencvárost. Ezt ilyenkor te így könnyen vagy nehezen éled meg? Nem, én abszolút realista vagyok. Én a saját csapatommal, saját családommal, saját házam tájával is tudok kritikus lenni, és tudom azt, hogy mi az, amit esetleg jól vagy rosszul csinál. Hogyha bárki bármit rosszul csinál, de hozzáteszem, nem csak a Fradival szemben ütnek meg ilyen kritikus hangnemet, hanem nyilván más személlyel és más csapatokkal kapcsolatosan is. De erre mondtam az előbb, hogyha az ember tudja, hogy van valami alapja egy esetleges piszkálódásnak, szarkasztikus humornak, bármi másnak, kifigurázásnak, akkor azt mondja, hogy hát igen, basszus, hát ez valószínűleg azért született, mert van valami a háttérbe. És ne vessünk egy jót rajta, mert valóban ezt ennyire jól csináltuk, vagy ennyire rosszul csináltuk, vagy ilyen hülyék voltunk, és aztán próbáljunk, nézzük meg, hogy hol lehet ezt kijavítani, hol tudunk akár poénosan erre visszavágni, vagy hol tudjuk jobbá tenni ezt az egész rendszert. Szóval engem ezek mindig motiváltak, meg arra ösztökéltek, hogy jobbá tegyek valamit, és egy nagyon jó feedbackként, nagyon jó kontrollként szolgáltak az életemben, hogyha egy-egy ilyen visszajelzést kaptam, ez is valahol egy visszajelzés a közvélemény részéről. És te hogyan ítéled meg a mai Ferencvárost? Ugye tavaly utcahosszal megnyerték a bajnokságot, most egyelőre szenvedősebbnek tűnik ez a szezon. Ez annak köszönhető, hogy mondjuk a Fradi játékos politikája az, hogyha jön valamilyen jó ajánlat egy játékosra, akkor értékesítik természetesen jó áron. Most egyelőre úgy néz ki, hogy nem sikerült ezt a pár szemét, akik az utóbbi néhány szezonban elpasszoltak, helyettesíteni. Nem tudom, erre nehéz válaszolni. Azt tényleg, hogy nyilván nem minden évben nyerhet egy csapat 21 ponttal bajnokságot, vagy akármennyivel, de az nyilván minimálisan elvárható, hogy ilyen költségvetés mellett, ilyen szintű játékosok mellett ott legyen az első, második helyen, sőt mondjuk fél év elteltével azért legyen már pár pont előnye abban a bajnokságban, ahol igazából egy csapat van, aki hasonló háttérrel és lehetőségekkel rendelkezik. Hogy ez miért nem sikerül, ez egy nagy kérdés, hát még nagyon messze van a vége, és én bízom abban, hogy a végére, hogy úgy mondjam, helyre áll a rend, és nem lesz olyan, aki megszorongathatja a Ferencvárost. Nekem sokkal nagyobb fájdalmat jelentett, hogyha a saját csapaton jelenti az a Ferencváros.
nemzetközi kupából ilyen körülmények között kiesik, hiszen olyan bíztam abban, hogy ez az év az építkezést tekintve már eljutatja odáig a csapatot, hogy egy elősebb bajnokság második, harmadik, negyedik helyezettje ellen esetleg elbukik, de nem egy kis bajnokság kis csapata ellen fog idejekorán búcsúzni a nemzetközi kupáktól. Múlt héten Wagner Ádám és Wagner Gábor volt a műsor vendég, akik szintén a Ferencvárosnak a bajnokligás elejtezőn való bukását mondták, hogy igazából hiába volt német szakvezető és külföldiekkel tele tűzdelt csapat, a játék mentalitása az nagyon magyar volt. Te hogyan ítéled meg ezt? Nem egyszerű azért a magyar csapatok helyzete általánosságban, hiszen egyrészt nagyon korán kezdődik a bajnokság, nagyon korán kezdődnek a selejtezők, a legtöbb csapat akkor még ugye az átigazolások közepén van, nem lehet az új játékosokat addig megfelelőképpen beilleszteni. A franciaországi Európa bajnokságon voltak nagyon sokan a csapatból különkészülők, szóval rengeteg olyan dolog volt, amire lehetne fogni. Én azt mondom, hogy nyilván egy almán csapat ellen akkor sem lehet, ott nincsen kifogás, de nem hiszem, hogy ez a mentalitáson múlott. Rengeteg olyan játékosa van a Ferencvárosnak, aki már külföldön edződött, külföldön nevelődött, jó csapatokban is játszottak, kiválóan tudják azt, hogy mit igényel egy nemzetközi kupában való szereplés, megfelelő mentalitással is rendelkeznek. Én biztos vagyok benne, hogy ez nem ennek a számlájára írható. Kicsit félretéve a labdarúgás, beszéljünk kicsit a futgolfról. Ez az a sportág, ahol Magyarországnak azért vannak viszonylag komoly sikerei is. Hogyan tekintesz erre a sportágra? Ez egy pusztán egy látványsport, vagy ez egy futballhoz nagyon-nagyon is köthető sportág? Hát abból kifolyólag nyilván, hogy ugyanazzal a labdával hasonló felszerelésben, futballcipőben játszák, teljesen hasonlatos, de azért mégis nagyon sok mindenben különbözik a nevéből is. A neve hülyen tükrözi azt, hogy hova húz, ugye valahol a futball és a golfnak a tökéletes keveréke. Az, hogy milyen sikerek vannak, az voltak, azok egyértelműen és megmásíthatatlanok. Nyilvánvalóan azért azt látni kell a sportág fejlődésével kapcsolatosan, hogy az első világbajnokságot ugye Magyarországon rendezték, amikor még bontogatta a szárnyait nemzetközi szinten is maga a sportág. Itt voltak több országnak a résztvevői, és lengyel Lélának ugye ekkor sikerült megnyernie a világbajnokságot. Azonban nagyon sok országban nagyon dinamikusan fejlődik, talán a leggyorsabban fejlődő sportágról beszélhetünk az elmúlt időszakban. Rengeteg új nemzet csatlakozott a nemzetközi szövetséghez, új ligák alakultak, téli-nyári bajnokságok, Európa bajnokság, Európa Tour, rengeteg olyan verseny, amely eddig nem volt a sportágban, és ennek köszönhetően ugye a nagy futball nemzetek itt is megjelentek, azok a játékosok, akiknek több lehetőségük van országaik elhelyezkedése miatt, a golfpályáknak a számából fakadólag több lehetőségük van gyakorolni, edzeni. Azok a játékosok, azok az országok ugye egyre több sikert érnek el, így nyilvánvalóan a magyarok helyzete is egyre nehezebb. Idén évelején volt a világbajnokság, ahol argentin világbajnokot avattak, és megmutatta azt, hogy nekünk is nagyon sok mindenbe kellene már ahhoz fejlődni, hogy tudjuk tartani a lépést, akár az argentinokkal, amerikaiakkal, belgákkal vagy angolokkal, hiszen ezek az országok hihetetlen jó játékosokat tudnak most már felvonultatni. Nálunk meg még folyamatban van a sportágon belül a profitnak, amatőröknek ugye a ketté válása. Az is elmondható, hogy azért ebben a sportágban is elég releváns a tényező a pénz, hiszen eljárni, játszani, kifizetni a díjakat azért az igényel önerült. Ebből kifolyólag, hát legfőképpen időt,
ebből kifolyólag ugye azért megtizedeli azoknak a játékosoknak a számát, akik profi hivatásszerű játékosokkal válhatnának. Említetted azt, hogy a sportág maga nagyon nagy fejlődésen megy át. Míg gondolsz, hol lehet ennek a vége? Akár mondjuk az, hogy az olimpiai sportágok közé beemelhetik esetleg majd néhány év múlva, vagy akár egy-két évtized múlva, vagy pusztán ez egy labdarúgást kiegészítő valami lesz, ami mondjuk olyasmi lesz, mondjuk a futszál. Az tény, hogy az egy hatalmas segítség, és elsődleges hírforrás, hogy ugye a nemzetközi szövetség alelnöke, egy magyar fiatalember, Gerencső Gáborról beszélünk, úgyhogy tőle azért érkeznek hírek, és abszolút a cél az, hogy a legmagasabb szintre eljusson ez a sportág, de hangsúlyozom, hogy most már például a világbajnokságon ugye több mint 30 országnak a képviselői voltak, és utaztak el Argentínába, ami egy hatalmas szám ahhoz mérten, hogy ugye 10 alatt volt még az első világbajnokságon indulók száma, ez volt a második világbajnokság. Úgyhogy én bízom abban, hogy ez a sportág is minél magasabb szintre el fog tudni jutni, és minél többen fognak tudni játszani. Ez nyilván szükségeltetik az is, ami még Magyarországon mondjuk nincsen meg teljes mértékben, hogy az emberek és azok, akik döntéshozói pozícióban vannak, azok, akik működtetik például magukat a golfklubokat, azok tényleg lehetőségként és barátként egy jó dologként tekintsenek a futgolfra, nem egy olyan sportágra, amely esetleg tönkreteszi vagy elveszi a lehetőséget a golfozók elől. Arra van-e rálátásod, hogy a golfozók hogyan tekintenek erre a sportágra? De amennyiben nem zavarja az ő köreiket, nincsen hangoskodás, nem teszik tönkre a pályát, akkor én úgy gondolom, hogy ők is örülnek annak, hogy a golf mellett, amely azért valljuk be egy eléggé kis szegmens Magyarországon, van egy másik sportág, amely golfpályán így a golfot is népszerűsítve tud üzemelni. Úgyhogy ezzel nem szokott probléma lenni, mi nagyon sokszor szoktunk úgy játszani együtt golfozókkal, például a Magyar Golf Klubban, hogy elindul az ő flightjuk, ütögetnek, mi megyünk egyből utánuk, és ezek nagyon-nagyon jól tudnak így együtt funkcionálni, elférnek egymás mellett, nincs olyan negatív hozadéka, hiszen még a pályát sem lehet tönkretenni, hogyha most visszakanyarodhatok egy picit, hiszen csak egy meghatározott típusú futballcipőben űzhető maga a sportág, amely abszolút nem rúgja ki, nem fedi fel a gyepet. Úgyhogy ha be vannak tartva a szabályok, akkor szerintem mindenki örül annak, hogy ez a két sportág egymás mellett tud fejlődni. Magyarországon ez mennyire népszerű egyébként? Tehát, hogy mondjuk profi klubok mennyire járnak ki oda mondjuk edzéseket tartani, vagy egyelőre ez mondjuk ilyen munkahelyek, vagy cégeknek mondjuk ilyen kis összejövetelei, tehát hogy vagy vannak már esetleg amatőr, vagy kisebb-nagyobb klubok, akik erre a sportágra szerveződtek rá már egyértelműen? Ez abszolút cél is, hogy a taglétszámát növeljük a sportágnak, ugye a szövetséget, ez is egy nagy előrelépés, hogy most van Magyar Futball Szövetség, ugye több taggal, több egyesülettel, hogy ezek az egyesületek még több egyén, még több tagot tudjanak bevonzani a különböző területekről, akár a futballvilágából, akár privát szegmensből. De én úgy gondolom, hogy ez jó úton halad, és ha nem is olyan mennyiségben, minőségben, amilyet mondjuk megálmodna az ember, teljesül, de folyamatosan jönnek az új emberek, és egyre többen érzik úgy, hogy megmérettetnék magukat, és talán ez az a terület, ahol a leggyorsabban siker is lehet elérni, hiszen még nem olyan nagy a taglétszám, sokkal gyorsabban lehet egy kis gyakorlással eljutni az alapoktól a profik közé, mint bármilyen más sportban. A futgolf maga egyébként valamennyire a kapusoknak egyszerűbb mondjuk az áttérés a rendes labdarúgásból?
nem mondanám, nyilván a kapusok nagyon jó rúgótechnikával rendelkeznek, nagyot is tudnak rúgni, pontosan is tudnak rúgni, szóval nyilván vannak olyan dolgok, amelyek előnyt élveznek, viszont becsapós maga a játék, hiszen én azt tudtam mondani, hogy nem számít annyira, hogyha valaki sokáig futballozott, hiszen általában azok a versenyzők, akik amatőrként futballmunk nélkül kezdik el a játékot, de folyamatosan gyakorolnak és tudják már a játéknak az összefüggéseit, jól látják a dombokat, jól mérik fel a távolságokat, stb. Szóval egy-egy lyukhoz egy adott pályán körülbelül ugyanannyi rúgásból lehet eljutni, sokkal inkább az a sorsdöntő, ki mennyire tud koncentrálni, mennyire higgad az utolsó rugása, amely ugye a lyukhoz közelít, az mennyire jó, mennyire fontos, mennyire közel tudja a lyukhoz megállítani a labdáját, és nyilván onnantól meg a befejezések azok, amik fontosak. De nem minden esetben számít az ezeken a pályákon, amelyek egy technikásabb pályák, hogy ki mekkorát tudjuk. A kicsit félretéve a futballt, vagyis nem is annyira félretéve igazából, tehát hogy azok a játékosok, mint akik te is, akik nagyon szép eredményeket értek el, mind itthon, mind külföldön. Mit gondolsz, mennyire kellene a társadalmi szerepvállalást úgymond magukra venni, például ezt te például nagyon szépen teszed is, hogy azok a sportolók, akikre felnéznek a fiatalok, a gyerekek, akik tényleg láttak focizni téged, vagy titeket, hogy mennyire tanulják el azt, hogy emberként milyen fontos létezni a világban? Ez egy abszolút fontos feladat, én úgy gondolom, hogyha az ember egy picit is hálás azért, amit kapott az élettől, a sorstól, és tényleg köszönettel tartozik, köszönettel tud nézni azokat a dolgok iránt, amelyeket az élet biztosította számára, akkor valószínűleg tud úgy is gondolkodni, hogy ezekből neki kell adni, kell foglalkozni azokkal, akiknek esetleg erre nem volt lehetősége, akik bármilyen negatívum miatt esetleg másképp alakult az életük. Én úgy gondolom, hogy azért nagyon sokan járnak élen ezen a területen is, vagy ezeken a területeken is, és nagyon sokan mutatnak példát. Bízom abban, hogy én is ezek közé tartozom, és sok embert ösztökélünk arra a tevékenységünkkel, a mindennapjainkkal, hogy bizonyos időközönként ők is figyeljenek azokra, akik sajnos máshol születtek. Hát ezek miatt, a tevékenységeid miatt is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem a műsorban. Tényleg csak a legjobbakat tudom kívánni neked a következőkben, és akkor reméljük, hogy a minél több játékos tudsz mondjuk a top 5 ligába eljutatni a magyarok közül. Köszönöm a lehetőséget. Ennyi fért a ma esti gólterápiába. Rutka János bevezetett minket egy kicsit a kulisszák mögé, a játékos ügynöki szemszögből való futballlátásmódban. Ugyanakkor azt is megtanulhattuk tőle, hogy mennyire fontos a játékos pályán kívüli élet és életmód. Jövő héten is lesz gólterápia. Tartsatok velem akkor is. Én Bíró Dávid voltam. További szép estét. Sziasztok! Ha tetszett a műsor, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és oszd meg barátaiddal is ezt az élményt.